Aktuális témákban tartott szerda délután sajtótájékoztatót a Jobbik Fehér Zsolt, a párt váci elnöke beszámolt az országos tisztújításról, aminek eredményeként Vona Gábort meggyőző fölénnyel újra választották pártelnöknek, és megszavazták az alelnöki posztokat is. A személycserék mellett a párt politikájában nem következik be jelentős változás, a radikalizmus és a néppártiság jól megfér egymással, fogalmazott Fehér Zsolt. Szóba került még a sajtótájékoztatón a Váci stadion helyzete, a Honvéd emlékmű felújításának lehetősége és a hulladékügy is terítékre került. Fehér Zsolt cáfolta azokat a médiában elterjedt felvetéseket, hogy a szervezeten belüli ellentétek pártszakadáshoz vezetnének. A váci elnök szerint a párt programja semmit nem változott, a vezetőségben történő személycserékre pedig azért van szükség, hogy a 2018-as választásokra kormányváltó erővé alakulhasson a Jobbik. 20. századi válaszok helyett 21. századi válaszokat kívánunk nyújtani, illetőleg 21. századi pártként is viselkedni, amely mondjuk a jelenlegi kormánypártokra, illetőleg a baloldalra sem igaz. Ugyanazok berögződések alapján működnek, ahogy azt tették 90-től a rendszerváltás óta. Fehér Zsolt elmondta, három módosítójavaslatot nyújtott be a Parlamenti Költségvetési Bizottsághoz a jövő évi büdzsét illetően. Ezekben 30 milliót kért a Damjanics utca baleset veszélyes kereszteződésének jelzőlámpás átkelővé alakításához, 50 milliót a Hősök templomának befejezéséhez, illetve egy Szendehely-Vác-Kost között kialakítandó tanösvényhez is kért forrást. Az elnök ezután arról beszélt, hogy az MB2-es bennmaradást kiharcoló váci futballcsapat a városon kívül kénytelen lejátszani a hazai mérkőzéseket, mert még máshol stadionok épülnek, Vácon a meglévő korszerűsítésére nem jutott pénz. Kászanyi Károly üdvözölte a börtön melletti vitákat kiváltó parkoló kialakításának kompromisszumos megoldását, majd szóba hozta a Honvéd emlékmű leromlott állapotát. A képviselő rámutatott, az általuk felajánlott pénz már régóta ott van az önkormányzat számláján, ezért arra kéri a többi képviselőt is, hogy hasonló adománnyal járuljanak hozzá az emlékhely felújításához. Kászanyi Károly a hulladéklerakás ügyét is érintette, hangsúlyozva, hogy a csörökben való elhelyezéssel nem tud egyetérteni. Az jó, hogy a laktanyába nem kerül, az nem jó viszont, hogy egy amúgy is környezetileg nagyon szennyezett falunak a lakosságát még több szeméttel terheljük, tehát itt valahol nem működött a környezettudatos gondolkodás. Hamarosan benyújtom javaslataimat azokra a területekre, ahol véleményem szerint megfelelő módon lehet ezt az átrakást majd végezni. Kászanyi Károly aggodalmát fejezte ki a klik átalakítása miatt. A képviselő szerint a közoktatás központosítása várhatóan jelentős bevételkiesést jelent majd a városnak.